Szeretettel köszöntök mindenkit, bele is vágunk, egyrészt nagyon sok az anyag, valószínű hosszúra fog nyúlni a dolog, másrészt meg, hogy kellően jusson mindenre idő. Köszöntök mindenkit a pénzügyi és gazdasági bizottság, illetve az integrált hatáskörű bizottság összevont ülésén. Gyorsan mindjárt azzal kezdeném, hogy a jelenléti évet elkezdem körbeadni. Mindenki írja alá, aki itt van, illetve nem szemtelenségből, de Zsuzsával is, illetve a polgármesterről is megbeszéltük, hogy az első ülés összevont bizottsági ülés ellenére, vagy azért kettőnk közül én vezetem. Ez nem fog így maradni, én egyébként majd javaslom, hogy a folytatásban a következő üléstől Zsuzsa vezesse, szerintem észszerűbb is, hiszen mind a két bizottságnak tagja. Én az integrált hatáskörű bizottságban csak mint nem megfigyelő, hanem a képviselőként veszek részt. A két bizottsági elnökön túl kérném, hogy a jegyzőkönyvet, hát most ha így marad az ülés, akkor haladjunk sorba, akkor most Attilát kérném meg, hogy majd a hitelesítésben vegyen részt. Illetve már nem kell külön erre felhívni a figyelmet, de képes van felvétel készül az ülésre. Köszönöm mindenkit, nagyon szép számban vagyunk jelen, hál' Istennek akkor a nyilvánosságot biztosított. Ennek ellenére, mint a tapasztaltátok, igyekszünk még inkább tájékoztatni a lakosságot a testületi, illetve a bizottság ülésen elhangzottakról, történtekről is, úgyhogy valószínűleg majd ez is előbb-utóbb mindenki számára elérhető lesz az interneten. Szeretném, még mielőtt a napirendekre rátérnénk, ugye minden képviselőnek elküldte Rivlin Géza képviselőtársam azt a levelet, amelyet akkor ezek szerint mindenki olvasott, ezzel kapcsolatban azért lenne pár felvetésem, még mielőtt a napirendekre térnénk. Csak a képviselők, akkor el tudod mondani pontosan, bocsánat, akkor neked megadom a szót. Tulajdonképpen a levél lényege az, hogy rövidnek találom én a felkészülésre a határidőt az előterjesztések kapcsán, ugyanis egyrészt a határos SMS-ünkben is az van, hogy a bizottsági ülések előtt legalább 5 nappal az előterjesztést a bizottsági tagok kapják meg. Ez most erre a bizottsági ülésre nem sikerült. Én péntek este 17:25-kor vettem át egy elég terjedelmes anyagot, és tulajdonképpen én csak arra hívtam fel a figyelmet, hogy polgármester úr biztosítsa a jogszabályban foglaltakat, hogy időben rendelkezésünkre bocsássa az előterjesztéseket, hiszen felelősségteljes döntés szerintem csak úgy lehet hozni, hogyha tájékozódni tudunk az adott ügyben. A lényeg ez, tehát, hogy a határidőket tartsuk be, ráadásul az általunk hozott jogszabályról van szó. És nyilván szoktuk mondani, hogy akkor ismét elhangzik, hogy az SMS az a képviselőtestület és a bizottságok működésének bibliája, tehát azt szerint működünk, ráadásul nem most ásta valószínűleg mindenki benne magát, ugye ebben biztosít, sőt, kötelezi a hivatalt, hogy 5 nappal az ülés előtt megkapjuk az anyagot, ez nem történt meg. Egyébként nem arról van szó, hogy mit szeretnék ezzel az információval kezdeni, de ilyenkor mi van, hogyha a jogszabályi rendelkezés, vagy sőt a rendeletünk ellenére nem kapjuk meg időt az anyagot? Milyen lehetőség van erre a bizottságnak? Válaszol? Igen, kérem. Ugye akkor tudjuk kiküldni az előterjesztéseket, amennyiben összeáll az anyag. Nem tudom, hogy sikerült-e feldolgozni a 4-es napi rendet, de ennek a terjedelme indokolta ezt a késedelmet, ugyanis egy 270 millió forint értékű szerződés, amit kötünk, és ez egy rendkívüli előkészítést igényel. Ott még 2 órakor szerintem nem volt végleges a szerződés tervezett pénzeket. Ez az oka annak, hogy pénzeket tudtuk kiküldni az anyagot. Világos, de most azzal én nem... Tehát semmilyen... Milyen lehetősége van, akkor inkább így mondom. Tehát, hogyha egy bizottság összeül a határidő túl kapott anyaggal, mert nyilván nagy anyag, ezt látom én is. Tehát ezt nekünk fel kellett dolgozni, és felelősségünk tudatában kell erről döntést hoznunk itt, és majd aztán mondjuk szerdán nyilván ez biztosította a határidő. Tehát már most is erről fogunk a külső bizottsági tagok szakértelmével kiegészülve most a döntést hozni. Döntést kell hozni róla. Kell hozni róla. Fogalmazta meg. Jó. Köszönöm. Nyilván ennek tükrében olyan félben mondom majd, amikor az SMS-t
módosításhoz érünk, hogy akkor miért is mondunk határidőt, hogy mikor rakatjuk meg az anyagot? Hát az SMS módosítást javaslatunk arról fog szólni, hogy a pénteki napot javasoljuk. Az csak egy javaslat lesz, hát nyilván majd a többség eldönti. Majd a többség eldönti. Jó. Tehát egy hozzászólásom. Parancsolj. Tehát, hogy ugye a rendes ülések napi rendje az kellő időben tervezhető. Nyilván vannak olyan ügyek, amiknek a, amikben való döntés nem tűr halasztást. Én úgy tudom, hogy erre lehetőség a rendkívüli ülés összehívása. Rendkívüli ülésben az SMS-ünk szerint is 3 nap. Az a határidő, ami előtt meg kell kapjuk az anyagot. Tehát én azt gondolom, hogy van lehetőség, mégpedig az, hogyha van egy olyan anyag, amire nem áll rendelkezésre az összes szükséges irat, akkor azt nem vesszük fel a rendes ülés napirendjére, hanem egy rendkívüli ülést, akár másnap, akár 2 nap múlva. Tehát ahogy az anyag összeáll, a határidőket, az általunk szabott határidőket figyelembe véve betartsuk. Tehát hogyha mi magunk nem tudunk egy jogszabályi rendelkezést betartani, akkor nehezen várható el, hogy másokkal betartassuk. Erre ajánlatok? Igen. Rendkívüli ülés esetén nincs bizottsági tárgyalás. Nem. Tájékoztatni szeretném a képviselő hölgyeket, urakat, hogy ez mindenféleképpen a demokrácia sérelmét jelenti, hogyha egy bizottsági előkészítés nem előzi meg a döntési folyamatot. Vagyis hát magát a döntést egy 270 milliós szerződés kötés ügyében. Tehát azt gondolom, hogy a bizottsági ülések azért vannak, hogy megfelelő módon előkészítsék a döntéseket, főleg egy ilyen fajsúlyos kérdésben. És még egyszer mondom, ez egy rendkívüli eset. Én más történetében még nem volt soha 270 millió forintos szerződéskötés. Tehát ha ezt kirejtem, akkor már nyilvánvalóan válik, hogy ez egy rendkívüli eset. Ami indokolta azt, hogy pénteki napon küldjük ki a szerződést, örülünk neki, mert máskor ugye előző szerződéseknél péntek éjfélkor fejeztük be a munkát, és szombaton küldtük ki az anyagot, az egy rendkívül ülés volt valóban. De úgy ítéltük meg, hogy különös tekintettel az új képviselők információ hiányára a napjai ügyében, ugyanis szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy jelentős mennyiségű közérdekű adatkérés történt az új képviselők egy részéről, ami kiterjed az elmúlt 10 év jelentős szerződéseire és minden egyéb körülményre, kivéve a naperőmű park ügyét. Tehát azt tudni kell, hogy semmilyen egyetlen sor megkeresés, adatkérés nem érkezik senkitől a naperőmű park ügyébe. Való igaz egyébként. Én azért ehhez hozzátűzném azt, hogy akkor tudtam meg, hogy bizonyos fontos részletek, amelyek eddig titkosítva voltak, a napokban lett feloldva, és erről külön értesítést nem kaptam. A képviselőkre nem vonatkozik, csak amikor világos. Csak amikor bejöttem aláírni a meghívót szerdai napon, ami ugye határidőben lett volna, hogy kimenjen időben a meghívó. Együtt hozzászólásom, mert ezzel a megválasztott képviselőnek joga van megtudni az üzleti titkot tartalmazó szerződéseket is. Felvetődött egy kérdés, bocsánat, hogy csak nyilván akkor kezdjük el a bizottsági ülést. A tegeződés, magázódás is, akkor szeretnék tisztelettel engedélyt kérni, hogy a bizottság, összevont bizottsági ülésen a tegeződésnél maradhassunk. Akinek esetleg ezzel problémája van, az jelezze, és akkor nyilván máshogy kommunikálunk. Egyetértünk abból, hogy akkor tegeződjünk. Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy zárt ülésen tárgyalnánk-e valamit a napirendi pontot? Nem. Rendben. Én annyit azért hozzávetőlegesen elmondanék, hogy az egyes napirendi pont, hiszen kötelező jelleggel zárt ülésen kellene tárgyalni, az érintettek hozzájárulnak, Szuroszki Csaba képviselőtársammal együtt, hogy majd nyílt ülésen tárgyaljuk. Illetve mindjárt mondanám, hogy annyit módosítanánk a napirendek sorában, hogy vendégeink érkeztek, és elnézést, hogy ilyen helyi vállaltam önöket. Tehát a naperőmű tárgyalásának napirendjéhez, ami a 4-es, előre vennénk, és akkor utána haladnánk szépen sorba. És amit megkaptunk most anyagot? Azt pedig a utólagosan, folytatólagosan felvennénk a napi... Ja igen, bocsánat. Tehát a napirendek sorában persze most megkapott anyagot felvennénk, erről mindjárt szavazunk. Van-e valakinek azzal ellenvetése,
hogy a vendégek okán a négyest előre vesszük, utána folytatólagosan haladunk, és a most kiosztott napirendeket pedig a számozott napirendek után tárgyalnánk. Aki ezzel egyetért, a pénzügyi bizottságot kérdezném, szavazzon igennel, tehát aki igennel szavazott. Én nem vagyok benne a pénzügyben. Egyértelmű, egyhangú igen. És az integrált hatáskörű bizottságot is kérdezném. Köszönöm, igen. Tehát akkor a négyes napirenddel kezdünk, és akkor utána folytatóan az egyes nap a nyílt tárgyalásban veszünk. Köszönöm. És akkor mindjárt a vendégeket név szerint is Dr. Cseri Zsuzsanna és Dr. Radó Rita is érkezett hozzá. Köszöntjük önöket, illetve a cég ügyvezetője is itt van, Gyűrös Rögi. Sziasztok. És a napirend előfogyasztója pedig polgármesterünk. Ez a rendkívül az elírás. Ez elírás, hogy rendkívül. Igen, ezt még ezen egy picit felakadtunk. A rendkívüli dolog, ez elírás. Elírás. Ez csak elírás, jól van. Parancsoljon, polgármester. Igen. Hát azt gondolom, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy minden előzmény volt már ebben az ügyben a napirenddel kapcsán a két meghallgatástól elkezdve a testérti döntéseken keresztül. Most értünk abban a szakaszban, amikor arról szól a történet, hogy a tekintettel arra, hogy minden egyéb körülmények engedélyezési eljárásuk stb. Lezárult már. Az utolsó lépcső az, hogy a kormányzati tulajdonú területeknek az adásvételéről döntsünk. Ezzel kapcsolatosan ugye volt egy előzetes szerződés tervezetőt, hogy nyilatkozott az önkormányzat részéről, hogy amennyiben lételjen ez a beruházás, akkor ezt a területet értékesíti tervezőre. És akkor ugye ennek megfelelően ehhez kapcsolódik a árajánlat is, igen, amit értünk. Köszönjük fel arra, hogy a gazdálkodásról szóló szabályai szerint ugye ezt a területet meg kell bírgatni másnak is, nem csak a befektető részére, ugyanerre a célra, tehát ugyanígy napelempark célra kértünk árajánlatot más befektetőkkel is. Szerintem még ilyen kívánok kiegészíteni a adásvételt, vagy az előterjesztést, illetve arról szól a történet, hogy tulajdonképpen három része van a dolognak. Van egy termőföldi ingatlan adásvételi szerződés, egy adásvételi szerződés a lábon álló fajnok vásárlására, hiszen erdőterületről is szó van ebben a menekülő ingatlanok kapcsán. És a harmadik része pedig a megállapodás és előszerződés ingatlan adásvételi szerződés megkötésére vonatkozóan a közelállam. Egyéb kérdés is szerintem. De most mondjuk másként kiszakadtam. Kérdés van, azt gondolom, hogy illetékesek is jelen vannak, úgyhogy akkor lehet. Azt gondolom egyébként, hogyha péntek 17 óra 20 17 óra 18 perccel ezzel foglalkozom is kevés lett volna, és valószínűleg 3-4 embernek még kellett volna segíteni, akik szakértői ennek a témának. De nyilván próbálta az ember magát eltenni. Kérdések merültek fel bizottsági tagokban? Nekem néhány tisztázandó kérdésem lenne csak, ami a döntést úgy gondolom, hogy bár továbbra sem érzem magam felkészültnek ebben az ügyben, mert tényleg elég sok anyag, ami
Ráadásul olyan jogi nyelven van megírva, én nem gondolom, hogy azt kijelenthetem, hogy 100%-ig teljesen, sőt lehet, hogy még 50%-ig sem látok tisztában ebben az ügyben. Ezért szeretnék néhány kérdést feltenni az előterjesztésben, ami szerepel, tehát a szerződések lényeges tartalmát röviden a következőkben foglalhatjuk össze címszóval. A 7. pont, ami arról szól, hogy a beruházó kötelezettséget vállal az önkormányzat felé a településrendezési eszközök módosítása miatt keletkező esetleges kártalanítási igények önkormányzat részére történő megtérítésére kártalanítás. Ez alatt mit kell pontosan érteni? És nem tudom, kinek tegyem fel a kérdést. Egészen pontosan azt kell érteni alatta, hogy ugye nem mindenki ért egyet természetszerűleg ezzel a beruházással, vannak közvetlenül érintett szomszédok, és amennyiben a beruházás megvalósulása kapcsán valakinek kártérítési igénye keletkezik, ezt a kártérítési igényt a beruházó vállalja, tehát nem az önkormányzatnak kell ebben az esetben helytállni a kártérítésre. De ha kártérítési igény vonatkozik, akkor azt az önkormányzat ellen fogják benyújtani a tételezzük fel az érintett lakók? Igen, tehát, hogy igazából nekünk kell. Csak mi áthárítjuk ezt. Ezt a törvény rendezi, az önkormányzat felé fogalmazhatja a kárigényeket. És arra vonatkozóan létezik bankgarancia, vagy ingatlan fedezet, hogyha ilyen... Hozzá szeretnek tenni, hogy ez a maga cég, és hogy megnézik, hogy több millió euró már az alaptőkére. Tehát ezeket a kárt. Azért kérdezem, hogy... És azért mondom, hogy tehát nyilván, hogy megvan, tehát a környező ingatlanokat, tehát megvan a megfelelő rálátásunk, hogy ilyen kártérítési összeg állhatunk szembe. De úgy gondolom, hogy a megkötött támogatási szerződésnek az nagysága is szerintem elég nagy garanciát ad, illetve hogy lehet látni is az önkormányzat részéről, és mint inercsiként törekedtem arra, hogy a lehető legnagyobb biztonságot kapja az önkormányzat. És szerintem pontosan a szerződésnek ez a pont is, pontosan az inercsi önkormányzatot véli, és ugye ez a beruházás mértékét tekintve, hogy megnézzük, hogy egy közel 40 milliárdos beruházás, tehát hogy itt most felmérjük a környező ingatlanokat, beszélünk, hogy bocsánat, de ezt van a kártérítés mértékéről beszéltünk, minimális a beruházás értékhez képest, tehát megvan megfelelő fedezet. Én ezzel tisztelkedek, és pontosan azért, tehát, hogy azt gondolom, hogyha saját ügyemben járok el, vagy egy település ügyében, a település ügyében még inkább gondos gazdaként kell eljárnom, tehát, hogy meg mindannyiunknak, tehát én azért kérdezem, én örülök annak, ha megvan erre mindenféle garancia. Ezért kérdezem, mert hogy ha kártérítési igények lesznek fel, és induljunk ki a legrosszabbból, az az első időszakban fog realizálódni. Tehát, hogyha erre garanciát vállal a beruházó, akkor azt gondolom, hogy kijelenthetjük azt, hogyha ez az önkormányzatra semmilyen nemű kárt nem fog jelenteni, akkor azt gondolom, hogy erre a kérdésre meg is kaptam a választ, mert hogy a kártérítések az első időszakban fognak jönni, ahol ugyan évente közel 50 millió forint a tervezett bevétel, vagy az elvárt bevétel, de az első években ez azért lényegesen kevesebb, ha jól láttam a táblázatokból, tehát ott 3-3 millió, olyan 7 millió forint körüli, és akkor emiatt kérdeztem meg, hogy ez az önkormányzatnak nem biztos, hogy rendelkezésére állt volna. Kicsit lefordítva, bocsánat, csak ez azt mondja, hogy helyt áll helyette. Ugye egy jogerős fizetési kötelezettségről beszélünk, mert nekünk vitatni kell nyilvánvalóan, ha az önkormányzattal szemben felmerül egy esetleges megalapozatlan kártérítés, akkor abból jogvita lesz nyilván, és hát bíróság és amikor megalapozott, jogerősen fizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak, az automatikusan áthárítja a beruházókra a szerződés szerint. Tényleg nagy az anyag, úgyhogy lehet, hogy a figyelmemet került el, de hogy én nem találtam hát az előterjesztésben semmilyen utalást, de a szerződésekben arra vonatkozóan van-e, hogyha a beruházó a szerződéskötés után, vagy a beruházás megvalósítását követően, vagy bármikor eladja érdekeltségeit, akkor az új tulajdonos a beruházó minden korábbi vállalását teljesíteni fogja? És hogy erre milyen garancia létezik?
Van erre garancia? Van, igen. De most, és ha 10-20 tulajdonos váltás is lesz, vagy jogutód nélkül szűnik meg, akkor arra milyen garanciák vannak? Hát ugye itt egy 40 milliárd értékű projektről beszélünk, tehát az a fedezett végső soron, mert amelyik cég a tulajdonos, bárhogy is hívják, az a naperőmű tulajdonosa is. És ez a garancia számunkra alapvetően, de itt ugye a megkötött településrendezési és támogatási szerződésekről beszélünk most, ami nem tárgya a mai beruházásra, nem azt szeretném mondani, tehát hogy beszéljünk róla erről az ügyről, minél többet beszélünk, annál inkább képbe kerül mindenki, mert ez egy bonyolult ügy. Ez egy másfél éves tárgyalássorozat eredménye, ez a 5 szerződés, ha jól számolom a végén, 100 oldalt meghaladja, tehát ez egy rendkívüli téma, de a lényeg az, hogy a településrendezés támogatási szerződések közérző jogiratban foglalása megtörtént, ami a legmagasabb szintű végrehajthatósági fokozatot jelenti, tehát ez nyilván a jogi keretei között, és maximális garanciát nyújt az önkormányzat részére. Ez, amiket itt kiemeltünk, ez csak a rövid összefoglalása annak a 240 oldalas szerződésnek, amit a közvéző jogira tartalmaz, amit a anyaghoz csatoltunk. Nyilván ezt ennyi dolgot nem lehet átnézni, de ez már elfogadott, jóváhagyott, hatályba lépett 2 darab szerződés, vagyis hát 4, mert a közvéző jogirata foglalása ugye összevonta a 2 szerződést, tehát 2 darab cég van, 2x49,9 megawattos naperőmű létesül az SZRT Solar Kft. És a Virgin Solar Kft. Beruházásában, és mindkét cég külön vállalt kötelezettségeket. Részben vannak egyetemleges kötelezettségek, ugye a településrendezési terv, szabályos terv előírásai kapcsán a védőzöldsáv kialakítására, kerítés elhelyezésére, de alapvetően a fizetési kötelezettségek elkülönülnek egymástól. Mind a két cég két támogatási és településrendezési szerződésben vállalta azokat a kötelezettségeket, amik a megkötött szerződésekből kiderülnek. Ezeket röviden próbáltuk összefoglalni a legfontosabb elemekre bontva, és ennek egy része a kártalanítás igényen teljes körű áthárítása. A szerződés tartalmazza, hogy tulajdonosváltás csak előzetes bejelentés alapján történhet az önkormányzat kvázi jóváhagyása mellett, és közérzi jogiratba kellett itt behelyezni az új tulajdonossal, leendő új tulajdonossal ugyanazokat a szerződéseket, amiket a SZRT-vel és a Virgin Solarra kötöttünk. Azonban azt gondolom, hogy itt ez a két jogi személy, ez amíg a naperőmű termel, ez változatlan kell, hogy maradjon, mert a kiserőművi engedélyet ezek kapják meg. Csak ezek kapják meg, és ez nem átfogászható. Uh-huh. A magyar jogszabály szerint. És akkor jól értettem, tehát mind a két Kft-ről beszélünk, ugye? Igen. Mind a két Kft a teljes vagyonával felel a bármiféle későbbi, akár önkormányzat felé, akár bárki felé. Tehát ez csődeljárás esetén is, de nem kívánom. De tehát, hogy ez csődeljárás esetén is megvannak azok a garanciális feltételek, ami kizárja azt, hogy az önkormányzat vagy a településnek ebből bármilyen. Tehát, hogy itt arról beszélünk, hogy csak előnye lehet. Ha lehet, kérdem a ügyvédnőnek majd átadni a szót. A fizetésképtelenségi szituáció az ugye mindig egy kezelhetetlen helyzet. Itt annyi van még a közvéti okirat mellett, amit lehetett kérni biztosítékként. Ugye eltállókjogot azt nem tudtunk kérni, tehát itt azért egy tárgyalási folyamat volt. Arra tekintettem, mert bankfinanszírozást fognak igénybe venni az előbbi beruházáshoz. A bank ugye nem enged még második rankhelyet sem be más, tehát a jelzálogjog lehetőség nem volt, és a másik ilyen biztosíték a közvéti okiratok olyan, hogy a településrendezési kötelezettséget feljegyeztetjük az ingatlanokra, ez az ingatlanok egy része, tehát a fejlesztéssel érjük az ingatlanokra, tehát ez egy csák körben értendő, ami azt jelenti, hogy előbb egy, ami az ingatlanokhoz köthetően és az önkormányzat érdekében mint jogot fel tudtuk végeztetni. Jelzálogjog az emiatt nem lehetett szóba. Tehát gyakorlatilag ugye tehát mindig a minden tárgyalási folyamat ugye meghatároz egy mozgásteret, itt ennyi volt a mozgástér, ugye egy sokkal szigorúbb feltételrendszerrel indultunk, mi önkormányzati részről, és valójában ez volt, ami a realitások mentén elérhető volt. Tehát azért mondom, hogy fizetésképtelenségi szituációban nincs
óvadék vagy elzállódók. Tehát nincsen olyan lova a település rendezési kötelezettség fejezésén túl, ami mondjuk egy felszámolót, egy csődbiztost, bárkinek egy ütőjel lesz, de nincsen. Tehát anyagi biztosíték, hogy ez a kérdés, az nincsen. De ezt nem is lehetett elérni. Tehát itt valójában azt kell azért látni, hogy mindenhol az egy két fél van, itt ezt lehetett. Tehát a jogi személyiséget feltételezzük. Hát a jogi személyiséget mindig feltételezzük. Ugye nekünk jogászként azért az a feltételünk, hogy próbáljuk meg olyan biztosítékot adni, ami automatizmus szintjén biztosítja az önkormányzat jogát. Szerintem a közéleti jogkérdés egy nagyon fontos dolog. Itt az azonnal végrehajtható, ez a legnagyobb biztonság. Ugye azt kell látni, hogy ez egy 25 éves együttélés. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, akár magánéletünkben, akár egy gazdasági kapcsolatban. Tehát 25 évre előre kitalálni egy mozgásteret, meg azt levédeni nem lehet. Mi ezért láttuk azt, hogy a közvetlen jogkörök a foglalás. Önöknek folyamatosan lesz egy teszt és monitoring funkciójuk, hogy lássák ugye, hogy hogy teljesítik a kötelezettségeiket, és akkor a biztosíték ott a közvetlen jogkörök. Tehát ez biztos, hogy egy olyan jó viszony lesz, hogy itt a felek azért szoros együttműködésben fognak együtt dolgozni. Köszönöm szépen. És én nekem még egy olyan kérdésem van, mert hogy szerepel áfa a szerződésekben, hogy nem tudom, itt ugyanaz a 27%-os áfa. Igen, 27%-os, tehát az áfa valóban egy eshetőség, az áfa csak akkor jön szóba, hogyha ugye az adóbevételnek nincs áfa, tehát hogy az egy áfa nélkül kétel, tehát hogyha a szerződés önmagától teljesül, ugye a bevételt a vállások alapján bejön az adóbevétel, akkor azért nem egy áfás. Nem, én most a... Csak abban az esetben a támogatás összege, mert abban az esetben, hogyha egy kvázi azt mondjuk, hogy egy kártalanítás, akkor az egy áfa köteles. Tehát most valójában a mindenkori adójogszabályokra figyelemmel van ez benne, hogy ugye változtatnak is a jogszabályok 25 év alatt, hogy amennyiben áfa körbe tartozik ez a jogviszony, akkor mindig a plusz áfa értendő, csak ennyi a funkciója az áfa megjelölésnek. Én most a határozati javaslat 2. pontra gondoltam, ami az adásvételi szerződés, tehát ahol ingatlan erdőt ad el az önkormányzat, meg ingóságot fát ad el, és ott az áfa mértéke ugyan 27%. Bocsánat, ennyiben voltam akkor egyértelmű. És még azt szeretném megkérdezni, hogy az értékbecslő által adott becslés az számomra nem egyértelmű, hogy az áfa vagy áfa nélküli becsült összeg. És ezt sem tudom, hogy kifelé tegyen fel ezt a kérdést. Tehát van az értékbecső által ugyanezekre a helyrajzi számokon szereplő területekre vonatkozóan egy értékbecslés, és számomra nem egyértelmű, hogy az ingatlan becslő egy nettó árat adott meg, bruttó árat. Nettó ár alapvetően ugye külterületi termőföld kategóriába tartoznak most a területek. Van közöttük szántó és erdő, művelési árba tartozó terület. Ezeknek a normál eladása áfamentes, mert nem építési telekedik sem. De amikor eladjuk, mert hát nyilván előterjesztés tartalmazza, hogy a cég nem vásárolhat termőföldet a földprogrami törvény korlátozó szabályai miatt. Tehát ő majd akkor fogja megszerezni a tulajdonjogot, hogyha a naperőmű vagy a cégek, tehát mind a két cég, akkor fogja megszerezni a területek tulajdonjogát. A többi terület esetében is így van, amit magánszemélyektől vásároltak. Amikor a naperőmű felépült, megkapja az üzemeltetési engedélyt, és kivonásra kerülnek a területek művelés alól, akkor ugye kivett kiserőmű elnevezést kaptak a tulajdon nap szerint, és akkor kerül ez a tulajdonjog átruházásra. Tehát mindaddig az önkormányzat marad a tulajdonos, amíg a naperőmű meg nem valósult, és a jogerő, tehát a kivonási engedély jogerőre nem emelkedett. És akkor már áfás a terület eladása, emiatt ugye plusz áfa mindenféleképpen a terület értékbecslés szerinti ára plusz áfa. És akkor azt én jól látom, hogy az értékbecslő által felbecsült érték, az egy nettó érték, és a szerződésben szereplő vételár nettó értéke ezt nem éri át. Tehát én nem akarok, most nem tudom mennyire
publikusak az árak, de én most úgy látom, hogy lényeges különbség van az értékbecső által becsült érték és a vételárban, szerződés tervezetben szereplő vételár között. Az értékbecsülésen mennyit végig, akkor azt javaslom. Hát helyrajzi szám alapján ugyanazok a helyrajzi számon szereplő területek vannak, annyi különbséggel, hogy az értékbecslésben van két olyan helyrajzi szám, ahol van szintén ingóság, mármint ha a fát ingóságnak kell tekinteni, és ott ezt nem adjuk el, az ezzel lévő fát, mármint az önkormányzat nem adja el, de menjünk tételesen végig, mert lehet, hogy én olvasom rosszul. Hát ez nagy baj lenne, ha most belül neki, tehát nyilván nem. Az ipari területek a 84 per 51, 52, 53 és 44 és 5, és 5 szántó a részlet, és ugye elkülönül az első terület és az ipari terület, és az egyik. Bocsánat, pláne mérnöki iroda Kft-t kell keresni, hogy volt az értékbecsülés, ennek a második oldala. Pláne felirat meg alul. Hát úgy az anyag közepe tájékán a körülbelül. Tulajdoni lapok előtt található. Ezek az ipari területek, ezeknek az értéke 188.950 ezer forint, plusz áfa. És vannak az erdőterületek, az a 0.84 per 14, 0.84 per 53B a részlet. Igen. És ezeknek a területeknek a részes... És van egy 84 per 5B. Igen, azt nem adjuk el, ez menet közben merült föl. Mert ugye az véderdő funkcióba kerül, Feregországok mellett, és az marad erdő művelési ág alatt. Igen. Aztán nem fogja tudni soha megszerezni a cég, mert a földforgalmi törvény korlátozás szabálya. Ja. Akkor azzal nem számolunk. Azt nem adjuk el. Tehát ez lejön belőle, és akkor így 35.6.490. Tehát ez 231 millió durván. Igen, tehát nem a becsült érték. A becsült érték. Volt a igen, igen, nem a becsült értéken adunk el. Hát ez nem tudom, hogy mennyire nyilvánvaló. Tehát a hát látom, hogy kevesebb ért. Kevesebb. Tehát egy olyan 8,9%-kal kevesebb az ajánlati ár, mint ami a becsült. Így van, így van. És azt lehet tudni, hogy... Tehát ha felbecsültettük, akkor most egy közel 20 millió forintot. Bocsánat, nem szóval, szóval azért annyit, hogy lehet, hogy önök ugyanában végül volt a képviselők, felszeretném mondani, hogy 150 hektáros beruházásról beszélünk. Ebből az érintett területek nagysága 34,5 hektár körülbelül. Úgyhogy ezt tudni kell, hogy ezt az önkormányzattól, akár az ipari területet nézem, akár az gazdasági területet, így duplában vásárolom meg, mint az összes többi környező területet. Tehát én úgy gondolom, hogy így is az önkormányzat duplában adja a területét, mint akár a mellette lévő ipari területet is. Fél áron tudtam területeket venni, és én úgy gondolom, hogy így is a lehető legnagyobb ajánlatot mi adtuk, hogyha jól tudom, bocsásson meg, hogyha ezt szabad kérdezem. Nem, én csak két, egy becsült, egy ingatlan becslő. Tehát csak egy becslést látok. Egy becslést látok, meg egy vételi ára. Én ezt csak megkérdeztem. Tehát, igen, csak nem vitatkoznék, mert hogy én nem vagyok se ingatlan, se szakértő, se semmi. Nem tudom, hogy a piaci érték hogy viszonyul az értékbecsléshez, csak azt feltételeztem, hogy azért becsültetjük fel, mert hogy egy reális értékbecslést kapunk. Igen, de ugye szeretnék az érték, csak amennyi... Bocsánat, ezzel kapcsolatban csak egy dolgot szeretnék elmondani. Tehát ugye nyilván van egy értékbecslés, volt egy korábbi is, amikor még a többi ingatlanról nem volt szó, csak az ipari vagy az ipari területről, legalább három értékbecslésünk volt erre a területről, ha jól emlékszem, amik három különböző, és azt gondolom, hogy
onnantól kezdve, hogyha hozzájönnek mindazok a tanácsvételi szerződéseknek, hogy az ingatlanok értékbesülése úgy születik, hogy a hasonló ingatlanoknak az eladási árát a forgalomban ugye figyelembe veszik, hogy mennyire keltek el. Itt azt gondolom, hogy a cégvezető is elmondta, hogy a környező ingatlanok, amelyeknek az összterülete sokkal nagyobb, mint a milyen, lényegesen olcsóbban kerültek értékesítésre. A másik része, amit ezzel kapcsolatosan szeretnék elmondani, hogy azt gondolom, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy mondjuk Inácson egy belterületi építési ingatlan nagyjából milyen árban van jelen pillanatban. Érkezett egy ajánlat a Hársfa utca meghosszabbításában lévő felparcellázott telkekre, ahol még közmű nincsen. A Hársfa utca végéig megy a közmű. Ezzel kapcsolatosan kaptunk egy árajánlatot, és mi úgy gondoltuk, hogy csináltatunk egy értékbecslést, hogy azért legyen viszonyítási alap, hogy az árajánlathoz képest, vagy a vételi ajánlathoz képest mennyi az értékbecslő ajánlata. Most kérem szépen, a közmű nélküli ingatlan, amin lábon álló kukorica van még jelenleg, az értékbecslő árajánlata 5,5 millió forint volt. Tessék nekem megmondani, hogy hol lehet ezt a területet ennyiért értékesíteni. Természetesen el is állt a vevő a szándékától, mert hogy annyira irreális volt a történet. Tehát ott is figyelembe vette, hogy a mennyibe kerül a összközműves ingatlanoknak az ára, és azért, mert az utca végén ott volt mintegy, tudom én, 100 méterre a telektől a közművezetéknek a vége, ezért úgy gondolta, hogy ez ugye nem befolyásoló tényező. Ebben a kérdésben holott azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy az az ingatlan, ami előtt elmegy a gerincvezeték is, de nincs bekötve, annak közel nem ugyanaz az értéke, mint ami adott esetben egy valóban közművesített ingatlannak. Ezzel csak azt szeretném elmondani, hogy az értékbecslés az egy tájékoztató történet, és tudomásom szerint a pénzügyi szabályok szerint pontosan ezért van arra lehetőség, hogy egy 10%-os mértékben el lehessen térni, anélkül, hogy a hűtlen kezelés vagy bármiféle jószabálysértés gyanúja fölmerülne az ügyben. Bocsánat, én nem beszéltem hűtlen kezelésről. Én tájékozottam, hogy látok egy értékbecslést, és látok egy eladási árat. Kaptam rá egy választ, köszönöm szépen. Bocsánat, meg annyira készítettem az egészet, ez értékozott ingatlannak a kettő értékozott értékben, sóval nagyobb értékben vállalja, megvázolom én, ennek a visszatérítését olyan értelemben, hogy a önkormányzat területen erdősítünk, amivel szerintem az önkormányzat nem egy ekkor értéket, hanem szerintem több százmillió vagyunk gyakorlás fog elérni. De ez már azt mondom, hogy másik téma lenne. Nem, mert ha ehhez kapcsolódik, ez is egy fontos információ. Én nem tudom, hogy nyilván meg volt határozva a bizottsági ülés ideje, nyilván ki lett írva egy pályázat. Mi megkaptunk egy előterjesztést pénteken, illetve most megkaptunk egy bontási jegyzőkönyvet, amiben tehát itt szerepelnek a beadási dátumok. Ezt csak hangosan mondtam. Nem is kérdezek semmit. Köszönöm szépen. Több kérdésem nincs. Én még annyit azért kérdeznék. Nyilván, ami legelőször is már foglalkoztatott engem, mint újonnan megválasztott képviselőt, hogy a beruházás kapcsán érintett telep tulajdonos szomszédokkal a megállapodás, tárgyalás lezajlott, a nyugvópontra értek, a szerződések alá vannak kötve, tehát ők nem... Én úgy gondolom, hogy, hát, hogy több baráti szerződésünk is van, 6 tulajdonossal már aláírtunk támogatást, tehát kölcsönös megállapodást írtunk alá. 2-vel van szerződés előtt állunk, pont holnap menjünk ügyvédhez, tehát 2 valószínűleg megkapja akkor, és azon kívül van még 2 szomszéd, egyikkel tárgyalunk, és megmondom őszintén az utolsóval,
és lehet a tárgyalom gazdaság, vagy olyan szintű, nagyon egyszerűen összefoglalom, van egy 30 milliós ingatlan, 120 milliós kártérítés akar valaki. Tehát úgy gondolom, hogy ott az arány, illetve a kártérítési ezzel együtt tulajdonos van, ott nincs összhangban. És hiába próbáltam, hogy bármilyen közvetítői is bevonni. Most kaptunk egy jelzést, mert pont mai nap, hogy üljünk le, folytassuk. Tudtam neki többször e-mailt, nem volt hajlandó. Tehát amikor valaki, tehát minden reális kártérítésre hajlandók vagyunk, ezzel egy tulajdonosával szerintem nem hiszem, hogy meg fogunk tudni egyezni. Bízok benne, én bízok benne, hogy az utolsó előttől is meg fogunk tudni egyezni. Mondom, egy ilyen hölgy tulajdonos van, nem tudom. De egy hölgy beszélt még egyszer mondom. De az irreálisnak tartok, hogy egy 30 milliós ingatlan 120 milliós kártérítés az. Köszönöm. A Jelző úr egyébként említette, hogy nyilván egy olyan a településünk életében ez a legnagyobb várhatóan megkötendő szerződés, tehát nyilván nem lehet rá elég időt szállni gyakorlatilag, illetőleg én forszíroznám azt, hogyha valamikor, hát most a lehető legszélesebb körben kéne megkérdezni a települést. Erre vonatkozóan egyébként polgármesterudat keresték már? Tehát most a népszavazásról, népszavazás kezdeményezésről gondolom, keresték polgármesterudat ilyen indítványjal, beadványjal? Nem. Bocsánat, jegyző. Igen, megkerestek, igen, folyamatban az ügy. És ez hol akadt el, vagy mikor történt egy ilyen megkeresés? Hát folyamatban az. De mikor keresték? Nem tudom felmondani. Köszönöm, tehát belindult egy ilyen szélesebb körül. Lehet, hogy lesz egy népszavazás? Vagy hát most van döntés, hogy elutasítják, vagy? Ja. A helyi választási bizottság programja feltételei fennállnak, akkor előfordulhat. De ha minden törvényes feltétele fennállnak, előfordulhat. És tehát egy népszavazás, az kötelező érvényű? Az ott... Hát, mivel folyamatban van az ügy, ez nem tételezzük nem fel, hogy lesz népszavazás. Nem tudom megmondani most, hogy mi az eljárás, ugyanis nem volt még a taxisomban népszavazás. Mm-hmm. Egyéb kérdés? Benyújtsz a részéről, hogy valami esetleg részedről még valamit szeretnél elmondani? Én abban bízok, hogy a bizottsági tagok, tehát is az előző történtek, ugye ez már több mint egy éves ügy. Bízok benne a támogatási szerződést is figyelembe véve, és azt a vagyongyarapodás és az önkormányzatnak ez a beruházás is hoz, bízok benne, hogy ezt az összességet figyelembe véve, hogy én úgy látom, hogy ez tényleg az Inácsiként is, és Inácsiaként is, hogy az, én úgy látom, hogy ez csak az Inács jövőjét szolgálja. Tehát bízok benne, hogy mindenki támogatja fogja ezt a beruházást. Köszönöm. Bocsánat, javasoltok? Parancsoljon. Javasolnám, hogy a szerződéseken, amik jóváhagyásra kellene, hogy kerüljenek a napi rend szerint, menjünk sorba, és akkor a szakértő azt mondja, hogy összefoglalhatná, vagy ha kérdés van, tehát azért vagyunk itt, és időkorlát nélkül, hogy minden kérdésre válaszoljunk. És ha úgy válaszolni, és azért az mindenki előtt van a határozati javaslata. Bocsánat, az egyes határozati javaslat, ahol az önkormányzat a velő. Ez már egy kialkudott vétele? Igen. Jó, akkor nincs más kérdés. De még egy, hogy ez csak a foglalóból lehet. Igen. Tehát az önkormányzatnak egyébként nem, nincs. Ja. Akkor összefoglalhatom? Pár igen, persze. Ugye három szerződés tervezett van a napirendben. Egyrészt a, és akkor sorban menjünk a földi ingatlan adásra, tehát egy szerződés arra vonatkozik, hogy a 084/14-es erőszámú erdőben nagyjából 95% tulajdonos az önkormányzat, 5% dr. Horváth Katalin Nóra. És azért, hogy ő későbbiekben ne okozzon problémát, vagy az ő tulajdonjoga,
ezért a beruházóval közösen úgy döntöttünk, hogy megvásároljuk a tulajdonjogot, ugye itt nincs kifüggesztéses eljárás, de egy jósított teljesen meg lehet a tulajdonjogot szerezni az önkormányzatnak település fejlesztési célzattal. Ez a 2 millió forint valóban kiadott vételár, és ennyivel az ajánlat, beérkezett végleges ajánlat szerint ennyivel több az ajánlat összege plusz áfa, tehát így 212 millió forint lesz ugye, amit a beruházó ajánlott a teljes eladásvételi ügyleti értékként. Ez ugyanazon napon lesz, vagyis hát az időben az előszerződés megkötését követően, de ugyanazon a napon kerül aláírásra, hogy ez a tulajdonjog az minél előbb átkerüljön, ugyanis ez a terület, ez a 084/14-es helyzőszámú, ez is része az adásvételi előszerződésnek. Erről a szerződésről, nem tudom, ha van kérdés, nincs, akkor a második az a nagy adásvételi szerződés, amit úgy hívunk, hogy megállapodás és előszerződés, ugye ingatlan adásvételi szerződés megkötésére. Ahogy az előbbiekben elmondtam, ugye azért kötünk előszerződést, és csak is azért, mert a beruházó tulajdonos korlátozott felelősségű társaság nem szerezhet a földforgalmi törvény szerint tulajdonjogot jelenlegi termőföld művelési, meg erdőművelési ág alatt lévő területen. Egyébként nem szoktunk ilyen szerződést kötni, hogyha megszerezhetni a törvény szerint a tulajdonjogot, akkor normál adásvételi szerződést kötnénk, ahol a vételárat normál szabályok szerint kellene megfizetni. Az előszerződésben több vételár előleg és ingatlan foglaló szerepel. A foglaló összegének megfizetése napján fogunk szerződést kötni, ami azt jelenti, hogy a képviselőtestület megadja a felhatalmazást a szerződések megkötésére, akkor tájékoztatjuk erről a beruházót, és azon a napon a foglaló összegét 40 millió forint plusz áfa összeget átutal az önkormányzat számlájára. Amennyiben megérkezett ez a pénz, ugyanezen a napon délután kötünk szerződést a képviselőtestület által jóváhagyó tartalommal. Ebből a foglaló összegéből kerül kifizetésre a dr. Horváth Katalin 2 millió forintos vételár a földingatlanadásvételi szerződés kapcsán, és az előszerződés ugye erre tekintettel lesz aláírva. A következő vételár rész ugye az okozta alapvetően a problémát, hogy az erdő ingatlanok esetében szintén ugye tulajdonszerzési korlát a probléma, viszont a fa anyag értéket ugye külön kellett vennünk, tehát az ingó és ingatlan tulajdon részeket ketté kellett választani, amiatt, hogy ahhoz, hogy a beruházást elő tudják készíteni, alapvetően ugye a fakitermelést meg kell valósítani, és ebben az esetben ugye a fának a tulajdonjogát rendezni kell még a fakivágás előtt. A fa tulajdonjogát abban az esetben beruházunk át a beruházó és az erdőre vonatkozó birtokjogot is, amennyiben az erre vonatkozó vételárrész megfizetésre került. Itt az erdő ingatlanok értékbecslés szerinti árát plusz áfa vettük alapul, ami 44 millió 600 ezer forint, és ennek a felét vettük a fa anyag vételárának, a másik fele ugye az ingatlan, de ez ügyleti értékben beszámításra került, tehát az ügyleti érték 212 millió plusz áfa. A faanyag érték igazából akkor ez január 31-ig kell, hogy megfizetésre kerüljön, és ezt követően történhet csak a fakitermelés, ez 22 millió 300 ezer forint plusz áfa, és utána jönnek a vételár előlegek, és az utolsó vételár rész, azt már fejből nem tudom, ugye megnézzük, hogy hogy alakul, azt hiszem, hogy augusztus 31, jól emlékszem? 50% és jövő év december 31-én a teljes vételárat meg kell fizetni a beruházónak, amikor még a naperőmű kivitelezése folyamatban lesz. Vagyis hát akkor kezdheti a kivitelezést, amikor a teljes vételárat megfizetésre került. Ez fontos. Tehát legkésőbb időtől. Legkésőbb. És ugye a beruházás végtakaszaihoz igazodóan, tehát abban az esetben, hogyha ő építkezni is szeretnének, akkor a teljes vételárat ki kell fizetnünk, és akkor is, hogyha jelzálogjogot alapítanának. Tehát ugye így tudjuk az önök érdekeit védeni, hogy gyakorlatilag azért nem lehet a területen semmilyen behatást, vagy jogi, vagy fizikai. Igen. A nagy dilemma az volt az előszerződésnél, és muszáj voltunk ezt a beruházó torkán átnyomni,
hogy ezek vételára elődegek, ami azt jelenti, hogy ha bármilyen oknál fogva nem jön létre az adásvételi szerződés, meghiúsul, akkor az előleg visszajár. És ez volt az alapvető probléma, mert mi nem akarunk visszafizetni egy forintot sem az a beruházó részére. Ezt ki kell mondani, ehhez kellett jogcímet találni, és akkor Zsuzsa esetleg ezt... Van olyan, hogy itt azt kell megérteni, hogy egy kicsit távolabbról indulnék, hogy ugye abban az esetben, tehát a probléma az az, hogy valójában a tulajdonos csak akkor számolt át, és akkor lehet véleges adásvételi szerződést kötni, hogyha a napelőn már megvalósult, és megtörténik a területnek a kivonása. És ugye ez volt a nehézsége ennek a konstrukciónak, hogy gyakorlatilag mi megkapjuk a pénzt a birtokba adáskor, mert áfa szempontjából ilyen teljesítés, de mi van akkor, hogyha gyakorlatilag valamilyen meghiúsulás van, és akkor ugye a vétel áll előlegként ezt vissza kellene adnom, ők meg közben építkeztek a területen, kivágták a fát, most az egy külön szerződésben van, és akkor itt az adószakaszban egyeztetve egyetlen egy ötletünk volt, vagy megoldást találtunk, hogy ebben az esetben, hogyha egy ilyen függő helyzet alakulnia ki a felek között, tehát ha meghiúsul a szerződés, mert nem lehet a tulajdonjogot átruházni, akkor a már megfizetett vételár előlege kártalanítás jogcímén is az önkormányzatot illetik meg, azzal, hogy viszont az önkormányzat azt vállalja, hiszen ő akkor megkapta a vételárat, ebben az esetben feltétlenül a bank lesz az a harmadik személy, akire viszont akkor át fogjuk ruházni a tulajdonjogot, mert ugye amikor ők elkezdenek építeni, ha jól gondolom, ugye már egy jelzálog alapítás megtörténik a bank részéről, tehát egy bankfinanszírozás. Tehát a mi szempontunkból, és ez a kártanítás alapja, a mi ingatlanunk már értéktelenné válik, ha rátesznek egy 2 vagy 3 milliárdos jelzálogjogot, és ez az alapja annak, hogy akkor már a kapott vételár előleget kártalanítás jogcímén megtartjuk, ami annyit vállalunk, hogy együttműködünk a beruházóval, illetve az ő bankjával, tehát hogyha kijelöli azt a harmadik személyt, aki jogosult lesz, termőföldet, mert ugye kip, akkor nem értünk el arra, hogy a kivonásig van, amíg X-el folytánk megvenni, akkor mi arra át fogjuk ruházni, és ugye ott már nem kvázi ellenérték nélkül, mert ugye beszámítjuk azt, amit mi már megkaptunk. Hát ez volt a logikája, hogy valójában nem benne a falabuci helyzetben, hogy nem tudunk tulajdonjogot átruházni, ő nekik meg kell építeni a napelőművet ahhoz, hogy a tulajdon szerzési akadály elháruljon, tehát ezt tudjuk valójában kitalálni. Ja, és van egy még egy részletkérdés, hogy abban az esetben, hogy ilyen meghiúsulási szituáció előállna, nekik van 90 napjuk arra, hogy az eredeti állapotot helyreállítsák, de ugye gyakorlatilag nem tudok eredeti állapotot helyreállítani, ha rajtam van egy 3 milliárdos, vagy a területemen egy 3 milliárdos jelzálog jó, tehát ez inkább csak egy ilyen jogászi lehetőség, ha tudnának helyreállítani eredeti állapotot, akkor ugye visszaállnak, akkor csak a foglaló marad nálunk. De mivel gyakorlatilag nem lehet eredeti állapotot helyreállítani a jelzálogok meg az építkezés miatt, ezért fordul át ebbe a kártalanításba, és akkor valójában a bank fogja vinni az ingatlan. Ezek az esetek ugye a rendkívüli esetek. Tehát igen, az volt a dolgunk, hogy bármilyen folytán beálló meghiúsulásra bebiztosítjuk az önkormányzat pozícióját. Alapvetően arra készülünk, hogy a beruházó sikeresen megvalósítja a beruházást, és akkor a támogatási szerződés szerint, amennyiben az iparőrzési adót esetleg eltörli, vagy a beruházók adómentességet kapnak egy menet közbeni törvénymódosítás kapcsán, akkor is jár az inácsi önkormányzatnak támogatás jogcímen az a kiesett iparőrzési adó. Ezek voltak a feladatok alapvetően, de mi szurkolunk a beruházónak, hogy sikerüljön ez a beruházást megvalósítani, mert évi 95 millió forint 20x évben keresztül az egy komoly fejlesztési lehetőséget tartogat a falu jövője számára. Hát a vételár hátulajdonos megfizetéséről akkor telebiztosítékkal ez a szerződés is szerintem, tehát a vételár megfizetés és a tulajdonjog megtartásának a garanciája a legfontosabb az önkormányzat részéről. Tehát még akkor sem adunk tulajdonjogot, ha menet közben hiúsul meg egy kifizetett vételár esetén a beruházás. Szerintem a harmadik szerződésre átérhet. Van ezzel kapcsolatban, ezzel az előszerződésre kapcsolatban kérdés? Akkor a harmadik szerződés, azt pedig előbb említettem, hogy muszáj elválasztani az ingói tulajdonjogot, mert a beruházás előkészítése ellehetetlen, amennyiben a papitermelés nem közülünk meg, és ezért választottuk külön a
az ingatlan vagy az ingó adásviteli szerződést, a lábon álló faanyagra vonatkozóan az ingatlan előszerződéstől, és ez esetben egy teljesedésbe ment szerződésről beszélünk, ami azt jelenti, hogy itt megvan határozva a vételár, kifizetik, és a faanyag az ő tulajdonukba kerül. Mindaddig, amíg nincs kifizetve, addig nem adunk sem birtokot, sem tulajdonjogot át a beruházó részére. Tehát, hogyha ő megkezdi a beruházás előkészítését a fakitermelés kapcsán, azt már úgy végzi, mint a saját tulajdonára vonatkozó lábon álló fa esetében. Tehát akkor már ő tulajdonos lesz, ez egy kicsit bonyolult, de ezt így lehetett csak megoldani. Ugye végleges fakitermelési vagy kivonási engedéllyel rendelkezik a beruházás. A létesítési engedélyt is kiadták, ami még nem végleges. És ugye körzetben engedélyt a pár ég részesség megkapta. Jó, erős. Már végleges? Igazából. A versenyeztetési eljárás az egy formális követelmény, ami a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően lett beépítve. Nyilván egy ilyen hosszú tárgyalásos folyamatban ugye egy harmadik fél nem tud belépni egy pillanat alatt, meg ugye eleve csak különleges naperőmű céljára kijelölt terület lehet, vagy a terület övezeti besorolás szerint lehet felhasználni ezeket az ingatlanokat. Így ugye ennyiből formális az ajánlat kiérés, azt nyilván be kell vallani, mert ugye tehát ebbe a pozícióba egy harmadik fél nem tud belépni másfél után, és itt ugye nem az ingatlanok értékére gondolok, hanem arra, hogy ilyen előkészítés előzte meg ezt a beruházást. Kezdődött a közvetlen engedéllyel, utána a terület beillesztési engedély a Pest-megyei állami főépítésznél, utána a szabályozási tervmódosítás, végleges erdőkivonási engedély, létesítési engedély, és ezt követi majd a összevont kiserőművi engedély, és utána van még engedély? Úgy néz ki, hogy most már azt is megkapjuk. Akkor az a csúcs. Tehát ez egy nagy beruházás, és igazából ugye akárki nem tudja átvenni ezt a pozíciót, nyilvánvaló objektív okok, amiket elmondtam annál fogva. Úgyhogy a végleges ajánlat az 212 millió forint plusz áfa, ez szerint készült el a szerződés, és a három szerződés végül is együtt él, egymástól nem különösebben elválasztva. Más igazából. Kérdezem. Szavazhatunk? Egyéb kérdés? Pénzügyi bizottságot szavazhatom végig, akkor mivel nem elválasztható egymás után a határozati javaslatok szerint, és utána a integrált hatáskörű bizottságot majd a végig kérdezik. Tehát akkor... Jó. Tehát az egyes határozati javaslat a... Négyes napirányi pontnál. Termőföldi a adásviteli szerződése. Imestat Község önkormányzata képviselőtestület az előterületek megfelelően elfogadja a 084/14 helyrajzi számat tervezett erdőművelési ág 5. minőségi osztály összesen 16 hektár 9500 terület összesen ilyen értékű, olyan dr. Horváth Katalin Nóra, mint eladó között létrejött termőföldi ingatlanadásviteli szerződés tervezetet az előterjesztésnek megfelelően. Kérdezem tehát a pénzügyi bizottságot, javasolja a testületnek elfogadásra. Aki igennel szavaz, kérem emelje a kezét. Mennyi is ugye, bocsánat, igen. 3 igen, tartózkodott. Ellenvélemény. Bocsánat, a Szívesi úr is megszavazta szerintem, ugye? Bocsánat, tehát akkor 4 igen, elnézést. 4 igen, egy tartózkodással elfogadni javasolja a testületnek. 2. határozat, az pedig a adásviteli szerződés lábon álló faanyag vásárlására vonatkozik, szintén itt az előterjesztésnek megfelelően. Arra... Nem, végig akarom szállni. Bocsánat, hogy véletlenül... 2. a megállapodási előszerződés.
Ja, itt van rossz, bocsánat, a napirendes még fogunk van. Bocsánat, bocsánat. Akkor melyik, mindegy a sorrát, hogy melyiket szavaztunk? Határozott javaslat szerint. Határozott javaslat szerint, tehát akkor a kettes. Minás nagyközségünk, hogy a képzetes tövete előterjesztésnek megfelelően elfogad az önkormányzat és az EZRT, Solar Finance Kft. Között létrejött megállapodást az előterjesztésnek megfelelően A részben egy-egy arányú kizárólagos tulajdonát képező 0,84/5 és a többi, és aztán a B egy-egy arányban 0,84/44 a C szerint 0,84/51 a D szerint 0,84/52 az E szerint 0,84/53 az F szerint 0,84/14 aki a határozott javaslatnak megfelelne a testület felé elfogadásra javasolja, kérem emeljek, aki igen lesz, az kérem emeljek ezért. Az előbb is, csak bocsánat, bocsánat, csak pontosítsuk, nem figyeltem. Bocsánat, hát akkor három igen, elnézést, csak akkor az előbb is, bocsánat. Hát az előbb is három igennel kettő tartózkodással, és akkor most is aki tartózkodik, akkor ti igen rendben tartózkodik. Igen. Tehát itt is három igennel kettő tartózkodással elfogadásra javasolja a testület felé elnézést. És akkor a végezetül a faanyagról, a lábon álló faanyag vásárlásáról pedig szintén az előterjesztő határozati javaslatnak megfelelően javasolja a testületnek elfogadásra, aki igennel szavaz, kérem. Igennel szavaz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rendben, aki tartózkodik. 2, 3, 2-vel. Ezt is elfogadásra javasoljuk a testület felé. És akkor most ugyanez a integrált határozati bizottságnál. Kérem, hogy akkor szavazzuk meg a határozati javaslatnak megfelelő. Elsőként az termékvédelmi hatáskörű szerződés, ugye itt a Dr. Robert Katalin Nóra féle ingatlanról van szó, 738/16/944 084/14 helyrajzi szerint ingatlan ingatlan. Aki a testület felé elfogadásra javasolja, kérem emelje a kezét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 igennel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tehát egy egyhangú döntés elfogadásra javasolja. Következő. Az pedig akkor még egyszer a megállapodás, a nevezetős ingatlan adásvételi szerződés megkötésére, aki a javaslatnak megfelelően elfogadásra javasolja a testület felé, aki javasolja, azt kérem emelje a kezért. 1, 2, 3, 4, 5. 5 igennel tartózkodik, 2 tartózkodással. 5 igennel 2 tartózkodással elfogadásra javasolja, és végezetül a lábon álló adásvételi szerződés felnök megvásárlására a határozati javaslatnak megfelelően kérdezem az integrált hatáskörű bizottságot, aki elfogadásra javasolja a testületnek, és igen, lesz az emeli a kezét. 1, 2, 3, 4, 5, 6 igen, tartózkodik, egy tartózkodással, 6 igen és egy tartózkodással elfogadásra javasoljuk a testület felé. Köszönjük, köszönjük szépen. Illetve 21.
Az első 21, én a második. Ja, hogy benne volt, hogyha ma érkezett, van, akkor van. Volt az előterjesztés benne? Nem, az határidőn túl érkezett. 9 perccel. Igen, itt volt. 18. 5 perc, bocsánat, hogy akkor elnézést. Jó, és akkor jön meg, hogy mindenki visszaérjen, és akkor... Bocsánat. Úgy egyszerű. Jó volt ki? Persze. Egy friss volt. De nem dohány. Most lesz. Na nem igaz. Én is ilyen. Te is? Csak egyébként. Hát nem. Milyen akar a területek? Én gyenge. Én valamikor 7-8 éves koromban változtam. Mindenki visszatért, ismét határozatképesek vagyunk mindkét bizottság. Tehát az egyes napirendi ponttal folytatjuk, mert egy döntés valószínűleg, hogy Szuroczky Csaba önkormányzati képviselőkkel szemben benyújtotta az összeferhetetlenség megállapítása érendő kezdeményezésről. Az előterjesztő polgármester úr, parancsoljon polgármester úr. Igen, köszönöm szépen. Arról van szó, hogy érkezett egy megkeresés, ugye bárki bejújhat
összeférhetetlenség indítványt, amelyet a szerző a tény jutott a tudomására, amely alapján képviselői összeférhetetlenség szerintet vélelmezhető. Mi megvizsgáltuk ezt a dolgot, és én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy médiajogi kérdéseket is tartalmaz, és médiajogák nincsenek a képviselő testületben, én úgy gondolom, hogy méltánytalan döntés lenne, hogyha itt ezt a kérdést magunk próbálnánk ezt eldönteni. Pontosan ezért az előterjesztés szerint a határozati javaslat az úgy szól, hogy kérjük ki a kormányhivatalnak a állásfoglalását, illetve iránymutatását, és annak megfelelően járjuk el. Ez az állásfoglalás kérdés egyébként előzetes ilyen kontroll, norma kontroll, mert valamiért beadtad nekem ez a szó, az norma kontrollt jelent, tehát egy előzetes, nem? Nem, állásfoglalás kérdés. Minden mellett egyébként megértem, hogy személyünket érintő dolog, tehát az érintettségemet én szeretném bejelenteni, hiszen rólam van szó, mint bizottsági elnök, nyilván ezt most én nehezen tudnám ezt a napirendet koordinálni, úgyhogy ha most lehetőséget biztosítani mindenképp arra, hogy a folytatásban erről a napirendről Zsuzsa vezesse a napirend erejére ülést. Akkor először én azt kérdezném meg, hogy van-e ezzel kapcsolatban a képviselőtestület tagjainak hozzászólása? Mert hogy polgármester úr már felvezette, hogy miről van szó. Én csak azt szeretném elmondani, hogy engem egy és két alkalommal kerestek meg ezügyben, és én megmondtam, hogy én nem tudok ebbe dönteni és válaszolni sem, és ezért kértem a önkormányzat vezetőit, hogy erre megfelelő választ kapjunk. Én nem tudok rá válaszolni. Megkérdezték tőlem, és azért került ide az asztalra ez a bizonyos kérelem. Én úgy gondolom, hogy mivel én nem vagyok se jogász, se médiajogász, semmilyen végzettségem nincs, itt a képviselő testületben se, és én arra gondolok, hogy majd a polgármester és a jegyző elmondja, hogy milyen segítséget lehet kapni ezügyben, mert én nem tudok erre felelni. És nem én kérdezem, hanem lakos kérdezi. Esetleg Ákos, valamivel szeretném? Hát, amit én is azt gondolom, hogy ez a korrekt, főleg jelenlegi helyzetben, mert médiajogást találunk, tehát meg tudunk bízni, nyilvánvaló, ez csak egy megbízási szerződés kérdés, hogy ezt az esetet megfelelőképpen kivizsgálja, de nem tartanám korrektnek ezt az utat, hanem a kormányhivatalmi törvényességi felügyeletet ellátó szerv, hát végül is azért is van, hogy egy ilyen esetekre irányadó állásfoglalást tegyen, és ezt javasoljuk a vezetőztébe, ennek az állásfoglalásnak a megkérését. Igen, miután itt arról szól gyakorlatilag a történet, hogy a műsorvezetői feladat az tartalmaz a szerkesztői felelősséget, úgyhogy Feri, amit ti most tartatok ide, azzal kapcsolatban nem szeretnétek alakítani? Dehogy nem, természetesen. Alapvetően egyébként tehát túl azon, hogy érintettek vagyunk, én nyilván bár nem, tehát már előjáró bármatom, hogy állunk elé a nyílt vitának is, tehát nem szeretnénk ezt zárt ajtók mögött megbeszélni a nyilvánosságot, sőt kifejezetten kérjük, hogy minél inkább akkor beszéljünk erről is. Nyíltan nem tartom egyébként média jogászi fontnak. Tehát valahol ennél egyszerűbb az ügy, nem olyan bonyolult. Tehát alapvetően valaki fölmegy a honlapra, vagy bekapcsolja a rádiót, ezek szerint nem hallgatjátok a rádiót kellően, vagy 93.4, hallgassátok, csak legyen valami hallgatottságunk. Tehát nem vagyunk szerkesztői, sem képviselőtársam, sem én, nem vagyunk szerkesztői a rádiónak. Tehát mi, mint műsorvezető. Ez viszont egyértelműen kiderül az általam benyújtott, majd mindjárt el fogom mondani, törvényhelyekből és hivatkozásokból, hogy ha nem vagyunk szerkesztői a rádiónak, akkor fel sem merül az összeférhetetlenség. Egyébként, ha szerkesztői van, ha vagyunk, akkor lehetne jogászkodni, és meg akkor is szerintem bőven nem állna meg. De mindegy is. Nem vagyunk szerkesztői. A honlapon egyébként egész pontosan látni, hogy a Csaba és én műsorvezetők vagyunk, vannak szerkesztők a rádióban. Akik meg vannak nevesítve. De ha ez kérdés lehet, akkor esetlegesen a szerződésünket, szerződésemet meg tudom mutatni,
Bár szerintem az, hogy egy szerződésben mi van és milyen feladatokat végez az ember, nincs összefüggés, vagy nem feltétlenül fedi egymást, de a szerződésemben sincs szerkesztői feladatok ellátására vonatkozó rész. De akkor menjünk szépen sorba, tehát a MÖTV 36-os paragrafusa, az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő testület bizottságainak nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatoknak ellátásra szükséges, közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet. Így pont a média tartalom szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb szervének ügyvezetésének tagja, személyes közelműködője, képviselet ellátására jogosultja. Nem vagyunk, egyikünk sem az. A jogszabály hely két kategóriát különít el, ez szerint a képviselő nem lehet média tartalom szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági társaság legfőbb szervének ügyvezetésének tagja, személyes közelműködője, képviselet ellátására jogosultja. Nem vagyunk azok. A személyes közreműködés általános és tág megfogalmazása a jogszabályban így némi magyarázatot igényelhet. Az, hogy egy konkrét esetben kiminősül személyes közreműködő tagnak a PTK gazdasági társaságban vonatkozó rendelkezés alapján állapítható meg. Elsősorban az alapító okiratból azzal, hogy nem a pozíció elnevezését, hanem a tag által gyakorolt hatáskörök összességét kell vizsgálni az összeférhetetlenség megítélése során. Vagyis a gazdasági társaság által egy feladat ellátására megbízott külső személy nem tekinthető személyes közreműködőnek. Nem vagyok személyes közreműködő, külső személyek vagyunk, megbízott külső személyek. A médiatartalom szolgáltató meghatározás szempontjából irányadónak a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010 évi számú törvény értelmező rendelkezéseit kell tekinteni. A MTV 203 paragrafus 40-40 pontjai határozzák meg a fenti jelzett fogalmat, ez szerint 43-os médiatartalom szolgáltató. A médiaszolgáltató, illetve bármely médiatartalom szolgáltatója. Az értelmezéshez két további fogalom meghatározás szükséges, vagyis hogy mi a médiatartalom és ki a médiaszolgáltató, 43-as médiatartalom. Valamennyi a médiaszolgáltató során, valamint a sajtótermék által kínált tartalom. 41-es, elnézést, itt fel van cserélve, médiaszolgáltató az a természetes vagy jogi személy, aki vagy, amely szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért és meghatározza annak összeállítását. Vastagon és aláhúzva ki van véve a lényeg, tehát ha ennek megfelelnénk, akkor lehetne ebbe esetlegesen belekötni, de egyébként azt mondták, hogy még akkor sem feltétlenül, mert nyilván na, akkor van az, hogy médiajogász kéne, de nem áll fel, nem vagyunk szerkesztői. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelent. Tehát itt részletezünk ki a média, ki a szerkesztő. A fentiek alapján alapvetően szerkesztői vagy egyéb a tartalom meghatározása érdemi befolyásoló bíró pozíciókat kell összeférhetetlenek tekinteni, és azt esetenként külön-külön kell vizsgálni, tehát ott is még mondom, külön-külön lehet vizsgálni, és ha és amennyiben, akkor is. Na, tehát a műsorvezetői feladat nem tartalmaz szerkesztői felelősséget, így át az egész. De állunk elébe, ha megnyugtat bárki, rajtatok áll, hogy hogy döntötök. Köszönöm szépen. Köszönjük. Csatolom a jegyzőkönyvhez a... Pontosan ezért javasoltuk, hogy ne bonyolódjunk bele ebbe a történetbe, mert hogy mi is kerestünk, bocsánat, nekem is vannak csoportársaim, akik a jogi egyetemen együtt végeztünk, van közöttük médiajogászt is. És pontosan azt az állásfoglalást kaptam tőle, vagy tanácsot, hogy minden esetben egyedileg vizsgálandó a média tartalom, amire itt az utolsó részben utalt a Feri, és való igaz, amit az elején mondtál, hogy a szerződés és a szerkesztői tevékenységre utaló munkaköré leírás, hogy bármilyen is nevezzük, az egy dolog, hogy mi van a papíron. Mi a tényleges? Mi a tényleges és a tartalom. És bocsánatot kérek, én a magam részéről pont azért támogatom azt, hogy egy külső szakértő útmutatás alapján induljunk el ebben a történetben, mert én nem csak hogy hallgatom a Dagos Rádiót, hanem volt szerencsém a Polgármesteri Percek című adásban többször az elmúlt 9 év során részt venni, ami úgy zajlik, hogy lehet, hogy van egy műsor szerkesztője, aki meghatározza, hogy adott időszakban éppen milyen műsorszám megy a rádióban, de például a Polgármesteri Percek azok úgy zajlanak,
hogy adott esetben négy szem közt vagyok a műsorvezetővel, aki az általa meghatározott, vagy és velem is közösen természetszerűleg egyeztetett kérdéseket tesz föl, de olyat is, amit egyébként előtte például nem egyeztettünk. Illetőleg az ott a beszélgetés során elhangzottakhoz is fűz kommentár. És bocsánatot kérek, ebben az esetben ez szerintem szerkesztői tevékenység. Tehát az, hogy te mit kérdezel, és adott esetben hogyan kommentálod azt a dolgot, amit a riportalanyod ott éppen elmondott, ez azt gondolom, hogy a szerkesztő, mert hogyha ez úgy működne, hogy egy füles van, és a szerkesztő folyamatosan mondja az instrukciókat, akkor a szerkesztői felelősség valóban az övé. De abban az esetben, amikor ketten vagyunk négy szem közt, és szó nincs arról, hogy egy harmadik személy bármiféle instrukciót adna egy élő adás során, ez azt gondolom, hogy fölveti annak a lehetőségét, hogy bizonyos nem formai, hanem valóban tartalmi szerkesztői feladatokat is lát el. Hogy ez olyan súlyú-e, ami képviselői összeférhetetlenséget jelent, vagy olyan csekély súlyú, hogy nem jelent összeférhetetlenséget, én erre mondtam azt, hogy ezt hadd nekünk, ne nekünk kelljen itt megítélni a képviselő testületen, mert szerintem nem vagyunk erre felkészülve. Én pontosan ezért javasoltam azt, hogy ami az előterjesztésben is szerepel, hogy kérjük ki, hogy hozzáértenek a véleményét arra vonatkozóan, hogy hogyan és miképpen járjunk el. Jó, hát szerintem nem gördítünk ennek akadályát. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki megnyugtatása céljából ezt mindenképpen javasoljuk és kérjük. Köszönjük. Szabad ez hallgatóként kérdés, hogy ismertük a jelölti mi voltát, miért nem a választási bizottság, miért nem vizsgálta meg azt, hogy két jelölt indulhat a választáson vagy sem. Ez egyik kérdés, a másik pedig az, hogy ha valaki vállalkozóként indul a képviselőségért, az ugyanolyan személyes befolyással járhat el a falu életében, esetleg írva, vagy visszajön a saját gazdasági hatalmával. Az akkor az is itt kizárult lehet esetleg? Bocsánat, ezzel kapcsolatosan mindjárt válaszolok is a kérdésre. Ugye a képviselőtársaim aláírtak egy nyilatkozatot az összeférhetetlenségről, ami arról szól, hogy vagy nem összeférhetetlen, nyilatkozik büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy nem összeférhetetlen az a tevékenység, vagy 30 napon belül megszünteti. Ez a 30 nap, ez lejárt. Tehát addig vizsgálni teljesen fölösleges a választási bizottságnak is, azt gondolom, mert hogy adott esetben ugye nyilatkozhat arról, és dönthet úgy, hogy adott esetben, ha valóban összeférhetetlennek tartja ő is akár azt a tevékenységet, amit folytat, azt a későbbiek során ha megválasztják, akkor 30 napon belül megszünteti. Tehát ezért nem vizsgálja a választási bizottság azt a részét, hogy összeférhetetlen vagy nem összeférhetetlen. Én azt gondolom, hogy ebben a részében teljesen normális állapot az, hogy azok után, hogy eltelt a rendelkezésre álló idő, és tudomásom szerint semmiféle ilyen nyilatkozat nem érkezett arra vonatkozóan, hogy változtatnának az összeférhetetlenségi nyilatkozatukon, és nem mondtak le, vagy teljesen. Fennáll, innentől kezdve az, hogy egy külső személy ítéli meg, az egy dolog. Kérdezhetek? Persze. Csak azért, mert a továbbiakban azt mondom, hogy ez csak, hogy én tudjam legalább, hogy mit ne. Én speciál emlékszem arra a beszélgetésünkre, egy ilyen beszélgetésünk volt. Nem véletlen, hogy nem találkoztunk az adásban azóta. Én leginkább vagyok, aki kértem, hogy véletlenül se legyek kompromittálható, hogy használjam ezt a szót. A polgármesterek egyébként titkárnővel saját maguk, de készülnek arra, hogy miről szeretnének beszélni a rádióban ez alatt az egy óra alatt. Most már ezek után kíváncsiak, és kivetettem az archívumból, remélem meg lesz. Én még, az nem
jó szó, hogy focisztalak, de elhangzik az, hogy hát nem nagyon tudunk miről beszélni, mert nem nagyon van előttem anyag, amivel esetlegesen a polgármester úr készült, hogy miről beszéljünk. De továbbra is az, amit Csaba is mondott, hogy állunk elé, mert vizsgálódjanak, kérjék ki szakember véleményét. Én egyébként ezt csak példának mondtam, egy műsorszám tekintetében nem tudom, hogy van elég más ilyen műsorszám adott esetben. Azt gondolom, hogy minden esetre egy önálló műsorvezető az élő adás során sok mindent elmondhat, én erre és a média függetlenségéről van szó, és abban a pillanatban, amit valaki képviselő, és egyben a médiában is ellátott olyan feladatokat, amikor saját maga határozhatja meg azt, hogy mit mond egy élő adásban, és milyen véleményt fogalmaz meg. Nem kell ehhez egy polgármesterrel beszélgetni, azt gondolom, hogy akkor is a helyi média az hatással van a hallgatóira, illetve azokra az emberekre adott esetben, ahol mondjuk a képviselő ellátja a képviselői feladatot. Hát nekem be kell vallanom, hogy nem hallgatok rádiót, de azt is be kell vallanom, hogy ezen a frekvencián. Viszont én is emlékszem egy beszélgetésre, amit én nem tudom, hogy egy szerkesztő mit csinál és hogy állít össze egy adott anyagot, de mi szintén egyszer beszéltünk, amikor szintén egy élőadásban kérdeztél a sportpályával kapcsolatban. Hát, bevallom, töredelmesen nem néztem meg, hogy kik a szerkesztők ott, de majdnem biztos, hogy én őket nem ismerem, és nem is igazán sok rálátásuk lehet a helyi sportéletre. Főleg úgy, hogy... De ha van is, ugye a kérdéseket, azokat te magad fogalmaztad, és te magad tetted föl, mint műsorvezető, de ugye ezek a te kérdéseid és elképzeléseid voltak, mint ahogy most is ugye elvileg volt róla szó, hogy majd a pályában. Igen, azt nemrég beszéltük, hogy még a kerítéssel kapcsolatban is szeretném majd beszélni. Úgyhogy hát nekem ezzel kapcsolatban az élményem az, hogy hát egy élő beszélgetésben, egy élő adásban, azon kívül, hogy abszolút idegenként mozogva, de hát mégiscsak a saját személyes kérdéseidet és irányodat szabtad. Hát ha itt kiderül, hogy persze ezt már előre leírta a szerkesztő, akkor nyilván ez másképp néz ki, de én ezt nem így gondolom, de hát ezt ti tudjátok, mert én még soha az életem nem rádióztam, de hallgatom. Köszönöm. Én csak annyit hadd mondjak el, hogy azt gondolom egyébként, hogy ezt nagyon nehéz lesz kivizsgálni. Természetesen lehet ezzel a határozati javaslattal élni, meg ki lehet kérni a kormányhivatalnak a véleményét, de ahhoz azt gondolom, nagyon-nagyon sok adást kellene meghallgatni, vagy nem tudom, hogy mit szolgálhat bizonyító erővel az a kapcsolatban. Hozzávetett, tényleg egyetlen egyszer beszéltem Imrével az elmúlt 5 évben. És szándékosan kerülöm is a helyzetet. És lehet, sajnos elő fog fordulni, csak én vagyok egyedül adásban, senki más nem tud vele beszélni, de próbáljuk megoldani, és én külön kértem, hogy ne legyek kompromittálható. Máshonnan közelítem meg a dolgot, mert ne arról legyen szó. Nem érezte Imre jól magát abban a szituációban, ez lejött. Nem rossz, tehát most tényleg nem rossz hittem. Mikor az ember a komfortzónáján kívül van, az egy olyan pillanat volt, nem volt jó. És kerül az is ezt a helyzetet, az átjön. Nekünk az a fontos, hogy jó adást, jó hangulatot csináljuk. Bocsánat. Itt ez nyilván érződik is, de szerintem sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, hogyha most nevezzük ezt a szekeret mondjuk Inácsnak, hogyha ezt a szekeret minden egyes megválasztott képviselő teljesen egy irányba szeretné tolni, és minden egyes eredménynél, kézzelfogható eredménynél, amik most megvalósuló beruházások vagy akár eredmények, azt mindenki Inács érdekében kezelni, és nyilván jól látható a jelenlegi két szekértábor, de ez szerintem egyébként pont senkinek nem jó, legalábbis az Inácsiaknak egészen biztosan nem. Szerintem összefogással ez sokkal látványosabb és gyorsabb is lehetne. Bármelyik napi rendi pontról beszélek, akár az alapulő ülésen
felvető fiúra vagy egy urától elkezdve akár a mai napig, de ez az én személyes véleményem. Én azért a Gábort arra kérem, hogy tételezze fel rólunk, hogy egy irányba akarjuk tolni a szekeret. Két szekértáborról én nem beszélnék. Ez az én vélemény. Sajnos úgy látszik. Lehet, hogy kifelé persze. Azért mondtam a saját véleményet, mondtam, de majd akkor... Egy irányba próbáljuk tolni a szekeret, úgyhogy megszólítattunk, úgyhogy azt gondolom, de először a Laci már régóta. Mielőtt tovább mennénk, még az előző kérdésre, meg a polgármester úr, meg a legintőről vissza a kérdések. A képviselőnek van a törvény szerint bejelentési kötelezettsége és a másik. Gondoljuk a támányok esetére, most ez egy igen szélsőséges eset, ő neki kell bejelenteni, hogy az ATV-nél nem vállalja tovább a szerkesztői posztot, aztán azt hiszem Ági volt a következő. Igen, én azt szeretném volna kérdezni a Feritől, hogyha ő úgy véli, hogy ez a polgármester úr ezzel a riporttal a komfortzónájából lett kizökkentve, illetve te személyesen nem vállaltad ezeket a riportokat, én nekem ez jön le a véleményedről, akkor miért nem ajánlottad fel valamelyik kollégádnak, hogy vezesse le ezt a műsort? Ugyanis úgy gondolom, hogy ezzel, hogy te nem vállaltad, nagyon, tehát hogy amit a polgármester úr végre vitt itt a faluban, az elmúlt években nem hangzott el. Még ugyanúgy más polgármesternek meg volt a lehetősége, hogy elmondja. Most akkor beszéljünk a rádióban a Polgármesteri Percek című műsorról. Ez azért van, hogy bejön a polgármester, és kap reklámidővel mindennel együtt 20 percet, és arról beszél, amiről akar, amivel készül. Tények, hangulat, ünnepek, kultúra, amiről akar. Ha nincs mi, amit ő magától elmondana, akkor próbáljuk faggatni, és ez az a rész, amiben bele lehet kötni, hogy most ezt ilyen szándékkal, vagy olyan szándékkal egyébként, bocsánatot kérek, tehát ezek szerint... És akkor nem szerkesztettem. Ezek szerint nem szerkesztettem. Nem. Nem. Szerintem elkanyarodtunk egyébként a témától, mert nem az volt a célom ezzel. Én egy példát mondtam arra, hogy miért nem egyszerű eldönteni ezt a kérdést. És azt gondolom, hogy nagyon leragadtunk itt a Polgármesteri Percek című történetnél. Szerintem jó néhány olyan műsorszámot lehetne még találni. Akár amit a Gábor mondott adott esetben a sportpályával, vagy a sporttal kapcsolatos témakör. Tehát nem gondolom, hogy ezt nekünk el lehet, hogy el tudjuk dönteni. Ezek után már kifejezetten jó, hogyha lesz egy eredmény, akkor beszélhetek veled is, és felhívhatom Gábort is Inácsi foci ügybe, tehát derüljön ki. Igen, de azért hallgassuk meg még, aki szólni szeretnék. Tehát nézzük, a hallgatókkal kapcsolatban következő kérdés, hogy egyértelműen a jogszabály azt írtatja, hogy a média társaságnak akármilyen jogállású társaság személyes képviselője az, akiről beszélünk. Nem, azt már tisztáztuk, hogy nem. Ha nem, akkor fölmer a kérdés, van nem csak rádió, meg televízióban, mint média, hanem például a közösségi média, első számú közösségi média, Facebook. Aki akkor a Facebookon posztol valamit és képviselő, akkor az megsértja Nem minősül a média tartalomnak és média szolgáltatónak. Ez egy közösség. Nem tudjuk, hogy most itt konkrétan melyik jogszabály.
Mondd el te, ha te tudom. Mondani, de az nem fedi a valóságot. De azért szóban hozz el lehet. Tehát én azt gondolom, hogy azért tartalmat hallgassuk meg, amit te kiolvastál belőle, arra vagyok kíváncsi. De melyik jogszabály? Nem tudom. Amit én kiolvastam belőle. Igen. Ott az összedérhetetlenség, mert amikor ez kijött, akkor én is megnéztem ezt a törvényt, ott kíváncsi voltam. Szerintem erre gondolsz, hogy továbbá nem lehet, és akkor az A per A, igen, 36. paragrafus A pontja az országgyűlési képviselőnél sorolja a kivételeket, az az A per A, sorolja a kivételeket A per B, és utána a B-től átvált arra, hogy ki nem lehet. Közigazgatási állami igazgatás. De itt van, rögtön a legelején. Rögtön a legelején. De most már és 2010. De ez a... Melyik törvény? Melyik törvény? 2000-es önkormányzati. De olyan nincs. 2011. 2011. 36. paragrafusnak a kivételei. Akkor ő másra gondol. Én az... Nem erre gondoltál? Hogy nem lehet? 2011. évi 189. törvény beszél, szabályoz az összeférhetetlenség. 36. paragrafus első bekezdése, az önkormányzati képviselő, valamint a képviselőtestület bizottságának nem képviselőtagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely feladatainak ellátására szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet I pont, médiatartalom szolgáltató, természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legtöbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködése, képviselet ellátására jogosultja. Erre gondol? Igen, és ebben van ki... De ezt mondtuk, és ebben van ki, mert hogy kiszámít médiaszolgáltatónak, és ott van a szerkesztői döntés, és erre mondták Feriék azt, hogy ők nem szerkesztői minőségben dolgoznak, hanem mint műsorvezetők. Tehát innentől kezdődően, ha nem megnyugtató, akkor szerintem arról szavazzunk, ami a határozati előterjesztés, még mielőtt szavaznánk, akkor Géza. Feri is én... bocsánat, akkor nem tudtam. Géza volt elő. Alpolgármester úr. Megadjuk a szót. Jó, nagyon szépen köszönöm. Én is kicsit meglepődve olvastam ezt az előterjesztést, és én úgy érzem, hogy, hogy ebben a napirendi pontban szereplő előterjesztés szerintem azért kellene tovább lenni. Nagyon szeretném, hogy ne bizonyosodjon be ez az összeférhetetlenség, mivel nem vagyunk jogászok, tehát vitatkozhatunk erről órákon keresztül, pro és kontra lehet olyan érveket mondani, de mivel nem vagyunk jogászok, ahhoz, hogy törvényesen ez a dolog el tudjon dőlni, ahhoz azt továbbítani kellene szerintem az előterjesztésben foglaltak szerint. És mivel nem zárkóztak el a... Bölcs testület. Igen, én még akkor kértem szót, Gábor hozzászólására szeretnék reagálni, hogy én azt gondolom, saját magam nevében beszélek, de én ezt érvényesnek tartom az összes képviselőtársam nevére. Az alakuló ülésen tettünk egy esküt. Ebben az esküben arra esküdtünk fel, hogy Inács nagyközség érdekeit szolgáljuk, és ezt az érdeket tartjuk mindenkor szem előtt. Tehát az, hogy bizonyos kérdésekben esetleg nem ugyanazt gondoljuk, ebből azt leszűrni, hogy nem a falu érdekét szolgáljuk, én ezt kikérem magam. Tehát ennyi. Okay. Jó. Szeretnél valaki még ehhez a napirendi ponthoz hozzászólni? Én csak annyit, hogy szerintem úgyis lezárult már magától ez a témakör, de szerintem annyira tértünk el csak a napirendi ponton, mint a fogadidőnképpen attól. Tehát a kérdés az, hogy ki kell vizsgálni, és szerintem az kellene, hogy igen, ki kell vizsgálni, és derüljön ki. Tehát, hogy mi itt műsor szerkesztésről, tervezésről beszélünk, én azt gondolom, hogy valamilyen szinten egy jegyző, egy polgármester, és pontosan szerkesztő, akár egy testületi ülésen is. Úgyis előterjeszt, a saját szájaíze szerint vezet, egy bizottsági elnök is vezet, kérdez, akkor most meg kellene kérdezni mindenkitől, hogy
hogy jól vezeti az ülés, jól kérdez, egy jól válaszol. Nem média. Nem médiáról beszélt. Nem politikai rádióról. Nem is egy politikai rádióról van szó. Szerintem ez túlzott. Ezt ki kell vizsgálni, és ha van az a hatóság, hogy elapítja, akkor legyen ott. Köszönjük szépen, akkor arra kérem az integrált hatáskörű bizottságnak a tagjait, hogy nézze ezt a bizonyos határozati terít. Először nem kell arról szavazni, hogy kirekesztetek le szavazat, amivel érintettséget jelentettek. Én bejelentettük, hogy érintettek vagyunk. A bizottság döntetnek arról, hogy részt vettek a szavazásba az érintettség ellenére. Tehát erről előtt kell szavazni. Jó, akkor megkérdezem először, hogy mit kell kérdezni? Hogy érintettséget jelentettek be, Csaba és Feri. Részt vesznek-e a szakszágon? Kizárja a testület, döntésből a bizottságból. Kizárja a testület, őket a szakszágon. Először akkor a bizottság. Akkor egyenként a Feri. Először van a Feri. Melyik szavaz először a pénzügyi bizottság? Bocsánat, a pénzügyi bizottság szavaz. De tényleg mond már el, akkor se értem, meg kérlek, mert... Lehet, de elmondom, és akkor esetleg... A pénzügyi bizottság fog szavazni arról, hogy Balogh Ferencet az előterjesztés kapcsán a döntéshozatalból kizárja, vagy sem. Pénzügyi bizottság fog dönteni arról, hogy Balogh Ferencet az előterjesztés alapján kizárja, vagy sem. Érintettség. A pénzügyi bizottság tagjait kérem, hogy szavazzanak, kizárjuk-e Balogh Ferencet. Aki igen, kérem, tegye fel a kezét. Jó, akkor egy igen, aki nem. Szavazhatok. Bocsánat. És tartózkodás? Én tartózkodom, a pénzügyi bizottság tagja vagyok, de érintettségem miatt csak tartózkodom. Igen. Akkor még egyszer, aki nem, Manyi, akkor ne zárjuk ki. Ketten vagyunk, akkor nem zárjuk ki, egy igen és egy tartózkodás. Akkor az igen nem nyert. Igen. Tehát szavaz. Integrált lesz. És akkor ugyanezt az integrált hatáskörű bizottságnál is feltenném a kérdést, hogy Balogh Ferencet az érintettség kapcsán kizárjuk-e a szavazásból. Aki ezzel egyetért, kérem, tegye fel a kezét. Tehát most az integrált hatáskörű bizottság. Igen, nincs. Aki nem? Egy hang, azt hiszem. Egy, három, négy. Igen. És tartózkodás? Az én vagyok. Egy tartózkodás. Ugyanez a Csabával. És akkor Csabával végig tesszük még egyszer, tehát akkor a pénzügyénél? Hét van a Viszont a Csaba esetében csak az integrált hatáskörű bizottságnak kell szavaznia arról, hogy érintettség révén kizárjuk-e a szavazásból. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze igennel. Igen, bocsánat. Bizony, mind a kettőben. Akkor megint a pénzügyivel kezdjük először. Tehát aki kizárja, igennel egy igen, aki nem. És egy tartózkodás. Kettő nem, és egy tartózkodás. És akkor ugyanezt az integrált hatáskörű bizottságnál, aki egyetért, hogy Csabát kizárjuk a szavazásból, kérem, igen, már jelezze. Aki nem? Egy, kettő, három, négy, öt, és tartózkodás egy. Még egyszer, akkor ezt is. Igen, tehát aki nemmel szavazott, aki igennel szavazott, most melyik aki azt mondja, hogy az integrált hatáskörű bizottságnál vagyunk, a másodiknál adnánk kell, igaz? Kiszavazott igennel. Kiszavazott igennel. Te nem tudod. Azt mondtam. Igen, akkor most sincs igen, nulla, az előbb is egy. Jó. Aki nemmel, aki nemmel, 3, 4, 5, 6. 7, bocsánat, akkor a pillanat. 7 és 1 tartózkodás. Az internetben nem vagyok benne, bocsánat, én zavartam meg. De ki van az internetben? Integrálban én nem vagyok benne. Jó, de ki van benne? Fölolvasom, fölolvasom. Hát nem. Józsefné, Lényeg az, hogy Jurovszki Csaba, Biblin Géza, Nyitai Attila, Varga Gábor, Varga Tibor. 7 fő az integrál. Akkor a Mári nem. Én pénzügyes vagyok. És szavaztál. Tehát akkor megvan. Megvan.
Nem. Én voltam akkor az idegen. Hat nem, és egy tartózkodó. A BGB-nél meg négy fő jött ki sajnos, úgyhogy azt is kérnénk megismételni. A Csaba esetében? Mindkettő személy esetében. Na, akkor még egyszer, tehát Balogh... Fő, ezt fölolvastam akkor, hogy biztos. Balogh Ferenc, Szalapka Józsefné, Szurocki Csaba, Ornyák, Margit, Szívesi József. Ez a pénzügyi. Jó, tehát akkor a pénzügyi bizottságban, aki arra szavaz, hogy érintettség révén Balogh Ferencet zárjuk ki a szavazásból, kérem, tegye fel a kezét. Továbbra is egy igen. Igen. Aki arra szavaz, hogy ne zárjuk ki a szavazásból. Egy. Kettő. Kettő. És tartózkodás. Egy tartózkodás. Egy tartózkodás. Csak tartózkodás. Ugyanez még egyszer. Kérnék ma egy kicsit magasra. Magasra, jó. Most már jó? Jó. És akkor ugyanez Szurocki Csaba esetében is meg kell ismételni. De ő szavazott. Arra szavazott. Igen. Arra szavazott. És akkor ugyanezt Csapa esetében is ismételjük meg. Tehát aki arra szavaz, hogy érintettség révén Szurocki Csabát zárjuk ki a szavazásból, kérem, tegye fel a kezét. Egy, igen. Ez a pénzügyi. Öt fő szavaz, igen. Aki arra szavaz, hogy ne zárjuk ki. Három. És tartózkodást kijelent. Egy tartózkodást. És akkor most lehet szavazni a határozati javaslatot. Igen. Na. Tehát akkor a határozati javaslat értelmében Kínás Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete Balogh Ferenc és Szurocki Csaba önkormányzati képviselőkkel szemben benyújtott az összeférhetetlenség vizsgálatára irányuló kezdeményezés tárgyában úgy határoz, hogy felkéri a Pest megyei kormányhivatalt, mint az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó szervet, hogy az ügyben foglaljon állást és szakmai állásfoglalását küldje meg a képviselő testület részére. Ez alapján felhatalmaznánk polgármester úrt az állásfoglalás vonatkozó megkérés felterjesztésére. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, először kezdjük akkor a pénzügyi bizottsággal. Aki a pénzügyi bizottságban ezzel egyetért, kérem, igennel jelezze, hogy felterjesszük pénzügyi bizottság. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5 és után vagyunk. Ugyanezt akkor még egyszer, ha nem olvasom fel, az nem probléma, ugye? Tehát akkor most az integrált hatáskörű bizottságnak kell döntenie arról, hogy Balogh Ferenc és Szurocki Csaba esetében megkérjük a kormányhivataltól ezt az állásfoglalást. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Integrált 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van-e ellenszavazat? Nincs, mehetem vagyunk, úgyhogy rendben van. Kettes napi rend döntése az önkormányzati szervezet működési szabályzatról. Ugye... Kettes napi rend. Nem, mert az egyes volt a négyes. Megváltoztatjuk a mindegy. Jó, menjünk. Ez mondjuk így érdekel, a kettes napi rendi gond. Jó, akkor kiküldöm. Valahol igazad van. Tehát a kettes számú viselő napi rendi pont. Döntés az önkormányzati szervezet működési szabályzatról. Nyilván mindenki az elmúlt heteket, napokat, majdnem hónapot ezzel ennek bújásával eljutatta, kért határidőre módosítási javaslatait. Ezzel kapcsolatban előteresztő szintén polgármester úr, Kárszótól. Igen, érkeztek a nagy közben javaslatok a SMS módosításával kapcsolatban. Itt elsősorban azt gondolom, hogy volt jó néhány törvényi törvénynek ellentmondó szabályozás, amit kiavítottunk, és amiket belevettünk, egyebekben nem javasoltunk változást a korábbi SMS szabályozást, tehát ott onnan beépítve a jogszabályi változásnak. Illetőleg, bocsánat, egy esetben igen, pont az az ominózus történet, amiről beszéltünk, a határidők tekintetében, tehát hogy mennyire elő kell küldeni az anyagot, ennek tekintetében. Javaslat arra vonatkozóan, hogy jól emlékszem, hogy három nap legyen a bizottság, és 5 napot is kell kiállni.
9. oldalon. Igen. Nyilván kezdjük el megfogadni. Nem tudom, ti jelölgettétek-e, egyetértete, mit módosítsunk. Én csináltam meg a szolgás. Mondjátok, hogyha van másra. Hát én annyit mondanék el, hogy én végigvettem pontról pontra, és azokat a jogszabályi helyeket, amelyet beadtatok, kifejezéseket kijavítani, újabb szövegrészeket betenni, én azokkal egyetértek. És úgy látom, hogy egyébként a felterjesztésben egyértelműen meg is jelent. Az időkorláttal kapcsolatban, hát azon én elgondolkodtam, hogy érdemes abban a bizonyos 2 percben meghatározni. Arról tájékozottam, hogy az előző években nem volt ilyen időkorlát, de igyekezett mindenki betartani egy olyan emberi határt, amin belül még a képviselők, illetve a nyilvános ülés kapcsán megjelentek felszólalnak. És hát azt gondolom, hogy vannak olyan ügyek, amiket talán nem is lehet, és hozzászólások, amelyeket nem lehet 2 percben maximálni. Tehát ezt nem tartom igazán fontosnak, hogy ezt mi 2 percben maximáljuk. A 2 perc az egy példa volt, hogy az szerepel az SMS-ben, van egy helyen a 2 perc, tehát hogy például akár mint ahogy később megjelen 2 percben, mert hogy az, hogy maximálisan meghatározni, ott kellene tudni, hogy mi az a maximum. Tehát, hogy mitől függ az, hogy mi a maximum. Tehát mihez képest vonod meg időkorlát túllépésre a szót valakitől? Én nem biztos, hogy maximálnám, akkor így. Ezt nagyon nehéz, menj. Nyilván ezt nagyon arra kell készülni, hogy valaki bőrére engedi. Szükség van arra szerintem, igen, hogy maximálni kell. Igen. Szóval egy bizonyos időtárt, mert akkor az előzőn is volt, hogy valaki tudnak kell. Nem az volt 2 percben, hanem hogy legyen. Hogy maximálni, igen. Feri parancsolja. Ezzel kapcsolatban olyan részére kell menni, hogy volt a bizottság, az integráltatás bizottsági bizottságnak az előző ciklusban, és borzasztó nehéz azt megmondani egy képviselőnek. Hogy mindig órát indítasz? Én van, tehát ez egy nagyon nehéz dolog, tehát hogyha... De amúgy épp ez, bocsánat, hogy szabadon állj, de épp ezért mondom, hogy nyilván amikor már valaki 25 perce beszél, és akkor elindít az órát, és akkor is letelik a 3 perc, akkor viszont már jogos. Tehát értitek, hogy valami legyen, amikor nem tudom milyen indokok lehetnek, hogy valakinek ilyen bocsánat... Akkor megmondjuk a szót, ez azt jelenti, hogy... Akkor megmondjuk arra. Ráadásul itt a tártól való eltérés, tehát nyilván itt azt is lehet rendre utasítani, hogy arról beszéljen, amihez hozzászól. Mert nyilván el lehet tölteni, mesét is fel lehet olvasni. És mi lenne, ha úgy csinálnánk, mint a nagyobb? Egyébként az mindig a bizottsági elnök. Hogy megmondja a szót? Nem. Ha nem? Nem, hogy van mondjuk egy jelző valami hang, ami jelzi azt, hogy most már... Itt az ideje, és közelebb kell a végének a befejezés. Ez ugyanaz. De nem azt mondjuk 10 perc után, hogy akkor letelt a felszólalás időt, és nem hagyjuk csengetni, csak talán ezt én elképzelhetőnek tartom, hogy valamivel jelezzük azt, hogy valóban most már nagyon eltért a tárt, és itt lenne az ideje befejezni. Bocsánat, itt jön be a személyes felelőssége, azt gondolom, a bizottsági elnököknek, illetve adott esetben az ügyvezető polgármesternek, vagy a polgármesternek adott esetben, hogy figyelmeztesse a képviselőtársát arra, hogy eltért a tártól, vagy éppen a bizottság tagját, hogy eltért a tártól. És azt gondolom, hogy egyébként meg a szabályok azok egyértelműek, amely szerint, hogyha ismételt figyelmeztetés ellenére eltér, akkor megvonhatja a szót. És azt gondolom, hogy fölösleges egy 3 perces, vagy 4 perces, vagy akárhány perces időtartamot meghatározni, hogyha valaki eltért a tártól, én szerintem azt 1 perc után is lehet figyelmeztetni, hogy nem arról beszélünk, ami a napirendhez tartozik, vagy ami éppen a témával vágó történet, és akkor nem kell nekünk megvárni 4 percet. Én úgy gondolom, hogy akár 3 perc után belefér abba a történetbe, hogy ha valami egészen másról beszél, mint ez az indoklás, mint az egyik
módosító javaslatot tevő számomra elfogadható. Mert hogy most meg van határozva, hogy mi az a maximum. Az egyébként, hogy legyen maximum. Tehát az, hogy kap egy figyelmeztetést. Tehát nem az, hogy ez jó. Úgy. Tehát nem időkorlát, hanem figyelmeztetést. Nem az időkorlát. Akkor egy figyelmeztetés, akkor az időkorlát kikerülhet az SMS-ből, ezt így értjük. Hát most sincs benne. Most sincs benne, ne legyen benne. Változatlanul van. Változatlanul, és jó. Akkor ez így értjük minden képviselő. Okay. Egyéb? Bocsánat, Zsuzsán, el a szó. Nem, csak hogy valami van, nem értjük.